Halleluja! Kérlek, hogy a Dániel 9. részéhez nyissátok ki a Bibliátokat, és innen fogom felolvasni Isten igéjét először, aztán utána áttérünk a Jelenések könyvéhez. 24. rész. 77 szabatot. 24. fejezet. 77. Nem 77, hanem 77 szabatot a te népedre, és a szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessen a bűn, hogy eltöröltessen a hamisság, és elhozasson az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe a Jeruzsálem, figyelj, 24. verszakban is azt mondja, hogy a szent városodra. 25. verszak mondja a Jeruzsálem újjáépítése. Csak nézzétek meg, hogy hogy visszatér mindig Jeruzsálem a képbe. Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senkije nem lesz. És megint nézd meg 26. verszak, a várost. Ez megint Jeruzsálemre vonatkozik. A várost és a szent helyet elpusztítja, itt a templomhegyről van szó, és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és végig tart, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak, és az étel áldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet, és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. Ámen. Tehát itt az emberi történelmet négy verszakban, vagy három-négy verszakban írja le Dániel, és elmondja Istennek az idő, idejét, tehát hogy mennyit enged az emberi történelemben az embereknek, mennyi idő lett szabva az emberiségre. És ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy nem véletlen, hogy keresztelő János és Jézus is úgy kezdte el, hogy betelt az idő. Ők nagyon jól tudták, hogy amit itt Dániel próféta időszámításunk előtt, körülbelül 550-ben Dániel megprófétálta, az véget ért az az időszak, emberek. Tehát Isten 2000 évvel ezelőtt be akarta fejezni az emberi történelmet. Ez most komoly. Ugye itt a heteket nézzük, és megint hadd mondjam el azt, hogy a heteknek a számítása, ugye évheteket kell itt érteni. Más helyeken is van ilyen évhetekről szó a Bibliában, pláne prófétai írásokban az évhetek. Itt azt mondja, hogy 69-szer 7 év van kiszabva, illetve 70-szer 7 év van kiszabva az emberiségre, és két felé bontja ezt az időszakot Dánielnek Isten igéje, és azt mondja, hogy először el fog telni egy 7-szer 7 év, utána el fog telni 62-szer 7 év, utána el fog telni egy időszak, és utána lesz még egy évhét hátra, és így kijön a 7, vagyis itt kijön a 70-szer 7 év az emberiségre. Ez azért fontos megérteni, és azért fontos meglátni ennek a jelentőségét, mert Isten elmondja, hogy ő hogyan méri az időt. Értitek? És amikor Isten ránéz az órájára, és azt mondja, hogy nem sokára vége lesz, akkor ő azt egy megfelelő történelmi, földrajzi helyzetben nézi meg,
És nézd meg, hogy az első, és mindegyik Jeruzsálemmel áll kapcsolatba. Tehát amikor te kíváncsi vagy az Isten időzítésére, hogy hol van, tehát hogy Istennek mennyi az idő az Isten óráján, akkor neked Jeruzsálemmel, Jeruzsálem kérdésével, Jeruzsálem jelentőségével tisztában kell lenned. Tudom, hogy több ezer kilométerre van, 3500 kilométerre van innen. És elképesztő azt, ugye, hogy mint pogány háttérből jövő embereknek fel kell fognunk, és meg kell látnunk, hogy 3500 kilométerre van innen egy város, amire Isten a tekintetét, a szemeit ráhelyezi, és nem hajlandó mi miattunk, vagy nemzetek miatt azt mondani, hogy leveszem arról a szememet, és másképp fogom nézni az egészet. Mert például, amikor elkezdi a 70 évhétnek a számítását, ahogy elkezdődik, azt mondja a 25. verszakban, hogy tudd meg azért, és vedd eszedbe. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől indul el a 70 évhétre való számítás. Ez az emberiség történelmét jelenti. Tehát Isten időszámításunk előtt, amikor elkezdődött Jeruzsálem újjáépítés, azt tudjuk, hogy Artaxerxes király adta ki Nehémiás idejében ezt a rendeletet, körülbelül időszámításunk előtt 445-ben. Onnan indult el az emberiség történelmének a vége. Tehát az, hogy mi élünk, ez kegyelem. Az, hogy mi most még élünk, ez kegyelem. Azt mondja, hogy az Artaxerxes 20. évében, tehát királyságának a 20. évben, ez 445-ben volt Krisztus előtt, elindult a profétai időszámítás. Ez olyan, mint amikor Isten fogja a homokórát, és megfordítja. És ez, ami addig homok ott volt az egyik felén, azt mondja, megfordítja, ez 70 évhétre elegendő, ezt megfordítottam, és amikor lemegy az utolsó porszem is, vége lesz az emberiségnek. Mindennek, emberi történelemnek, mindennek vége lesz. Isten a történelemnek az ura. Érted? Tehát ne legyünk olyan kevélyek, mint Nabukodonozor, aki ugye körbe sétált Babiloniában, és mondta, ez mind az én kezem munkája. Ezt magamnak köszönhetem, ezt én építettem föl. De sok ilyen ember van, hogy felépít valamit, ez én építettem föl. De ember, az kegyelem, hogy adott Isten egészséget, munkát, képességet, pénzt, anyagi dolgokat, hogy te azt meg tud tenni. Azért Istennek ad a dicsőséget. És azt mondja, hogy 7-szer 7 év, tehát 49 év, tehát először első szakasz az egy 49 éves periódus, amikor Jeruzsálemnek az utcái, tehát tudjuk, hogy Babilon lerombolt az egész Jeruzsálemet, kőfalait, templomát, mindenét lerombolta, és azt mondta, hogy 445-höz, hogy hozzáadunk 49 évet, akkor letelik az első szakasza ennek az évhétnek, tehát ennek a 7x7 évhétnek, és Jeruzsálemnek az utcái felépülnek, falai felépülnek, megépítetnek, kerítések lesznek. Olvassátok a Nehémiás könyvét, ezt a munkát tették meg. De utána 62 hét év múlva, tehát 62x7 év múlva azt mondja, hogy kiirtatik a messiás. És ugye ez 434 meg 49, az 483 év. Úgyhogy azt tudnotok kell, hogy a Krisztus előtt egy, és Krisztus után egy, az csak egy év. Tehát nincs olyan, hogy nulladik év. Jó? Tehát az egy év, a kettő. Nincs kettő, hanem egy van, mert nincs nulla. Értitek? Tehát rögtön Krisztus előtt mínusz egyben, és ahogy szilveszter lett utána, most jó tudom, nem volt akkor így, de akkor már egy volt. Tehát nem az, hogy beléptünk a nulladik évbe, olyan nem volt. Tehát 483, hogyha hozzáadsz a 400 időszámításunk előtt, ugye az Artaxerxes király, amikor kiadta a rendeletet, 445-höz hozzáadsz 483 évet, akkor Krisztus után 32-t fogsz kapni. De otthon meg lehet csinálni. De ezt azért mondom el, mert Dániel könyve már Krisztus előtt 500-ba kanonizálva volt. Értitek? Tehát ez nem később adták hozzá.
és hozzáigazították a messiás megjelenéséhez, hanem ez ennyire valóságosan igaz, ez az egész. Hát nem, amikor kijön ugye a Krisztus után 32, hát nem megjelenik Krisztus után 32-ben, mi történt Jeruzsálembe? Megjelent egy ember, akire azt mondták, hogy ő Izrael messiása, Izrael királya, és megfeszítették a kereszten. Nem megmondta ez Dániel, vagy 500 évvel hamarabb, vagyis több mint 500 évvel, hogy kiirtatik a messiás. És még azt is megmondta, hogy senki ilyen nem lesz. Nem azt olvasod, hogy a tanítványok elhagyták Jézust? Mindenki elhagyta. Senki ilyen nem volt a messiásnak. Tehát ez beteljesedett Krisztus után 32-ben, és azt mondja, és senki ilyen nem lesz, és a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe. Tehát Róma, ugye tudjuk nagyon jól, hogy 70-ben lerombolta a templomot, Jeruzsálemet, majd később 120-as években, ugye a Barkóba lázadásával, pedig diaszpórába került Izrael. Itt egyet meg kell jegyeznetek, hogy Istennek minden munkája szakaszonként megy végbe. Ez a te életedben is így van. Tehát itt is, amikor például diaszporába vitte Izraelt, akkor nem egyszerre mentek, tehát egyszerre történt az meg, hogy lerombolódott a város, lerombolták a templomot, elvitték diaszporába őket, hanem több részletben történt meg. Tehát neked is, amit Isten mond az életedbe, hogy valamit akar csinálni az életedbe, az nem egyszerre fogja megcsinálni, hanem szakaszai lesznek annak az életedbe. Ezt értsétek meg, mert különben eltévesztitek. Olyanra vártok, amit... De Istennek minden munkája így zajlik. Hát például a halottak feltámadása is több szakaszban történik meg. Vagy Jézus Krisztus visszajövetele is. Először eljön a felhőkig, majd utána eljön a földre. Tehát mindig több szakaszban, tehát Istennek a munkája több szakaszban zajlik az emberek életében. Nézd meg Ábrahámnak az életében is, hogy több szakaszban volt, többször kötött szövetséget Isten Ábrahámmal is. Ezt jegyezd meg a te életedben is, hogy nem egyszerre, egy adott időpontban fogja megcsinálni, hanem szakaszonként visz bele téged, hogy Isten tökéletes akarata megvalósuljon az életedbe. Na most, amikor lerombolta a következő fejedelem népe várost, a szent helyet, ugye ezt tudjuk, hogy a templom, ez Krisztus után 70-ben volt, azt mondja, és vége lesz vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Tehát itt bejön a harmadik szakasz, korszak, a 70 évnek, ez a nemzeteknek a korszaka, amikor azt mondja, hogy a következő fejedelem népe fogja lakni, vagyis fogja befolyásolni Jeruzsálemet. Tehát Jeruzsálem nem a zsidóké lesz, hanem a nemzetek fogják irányítani. És figyeljetek ezt, ami történt most 1967-ben a hatnapos háborúban, hogy Izrael visszafoglalta a templomhegyet. És úgymond az ellenőrzés, a szent helynek az ellenőrzése, az úgymond hozzájuk került. Na de innentől kezdve el kellett, hogy volna kezdődjön az utolsó évhétnek. De mi történt? A Izrael átadta az araboknak a templom fölötti ellenőrzést, az arab hatóságoknak. Tehát magyarán a kegyelem ideje, még Isten kibővítette a kegyelem idejét 1967-ben. Mert itt azt mondja, hogy végig, tehát a szent hely, és a város és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, tehát a vég lesz, mint egy vízözön által, és a háború végig tart. Csak azt nézzétek meg, a jelenések 11-ben. Nagyon érdekes, hogy a jelenések 11:1-2-ben azt mondja itt János apostol, hogy adának nekem veszőhöz hasonló nátszálat, és angyal állt mellém, és mondta, kelj föl, mérd meg az Isten templomát, az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. Figyelj, mit mond. De a tornácot, mely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem érd, mert a nemzeteknek adatot, és a szent város tapodják 42 hónapig, tehát 3,5 évig. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy a nemzetek tapodják a szent helyet. Tehát nincs Izraelnek
önrendelkezési joga a templom hegyen. És azt mondja, hogy amikor felépítik a harmadik templomot, mert eddig két templomot építettek föl, és a harmadik templom, amikor felépül, akkor is, amikor felépül a templom, akkor a pogányok fogják tapodni még a szent helyet, a templomhegyet. Tehát nem úgy építik föl, hogy nem Izrael fiainak az önrendelkezésében lesz a templomhegy. És ez miért érdekes dolog? Mert nézd meg, hogy mit mondott Jézus, hogy meddig tart a kegyelemnek az időszaka. Nem kell odalapoznatok, de a Lukács 21-24-ben azt mondja Jézus Krisztus, hogy és elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé. Ez Krisztus után megteljesedett ez az ige? Azt látjuk, hogy igen. A zsidóság diaszporába került minden pogányokhoz. Tehát szétszóratás megtörtént. És figyelj, mit mond. És Jeruzsálem megtapottatik a nemzetektől, míg nem betelik a pogányok ideje, a nemzetek ideje. Tehát meddig tart a nemzetek ideje? Mit olvastunk a Dániel könyvében? Hogy bejön egy harmadik szakasz az utolsó évhét előtt, amikor Isten, ugye Jézus is ezt azért megmondta, hogy az Úr felkent engemet, hogy hirdessem az evangéliumot, hogy az Úrnak a jó kedvének az esztendejét hirdessem, és abba hagyta ott. Azt is mondja a Biblia, hogy ott Jézus befejezte, összehajtotta a tekercset. Mert közben azzal folytatódik, hogy a bosszúállást is hirdessem. De a bosszúállásnak az ideje még nem volt itt. Hanem elkezdődött a kegyelem ideje, el kellett, hogy kezdődjön, hogy a templomot, ugye a dánieli proféciák alapján le kell rombolni a szent helyet, le kell rombolni a templomot, a diaszporába kell, hogy menjenek a zsidók. Emberek, ez történelem. Ez megtörtént. Erre figyeljetek oda, nem úgy hallgassátok, mint történelem órán a tanár, mert tudom, akkor lehet, hogy bealudtál, nem tudtad évszámokat, mit jegyezzek meg ebből, meg hogy jegyezzem meg, mit csináljak, meg az ember elfelejti. Tehát most ne ez a reflex induljon be, hogy akkor most miről van szó, amikor évszámokról van szó, meg történelemről, hanem ezt azért mondom el, hogy vedd észre, hogy a szellemi dolgok, az egyház, az ige, az nincs külön a történelemtől. Hát hogyha értelmesen meghallgatod, elolvasod, te magad is rá fogsz jönni, hogy ebben élünk benne, és nem kell hozzá, nem vagyunk Jehova tanúi, meg nem tudom mik, hogy megprofétáljuk, hogy ekkor jön el Jézus, meg akkor jön el. Azt mondja Jézus, a napot nem tudja senki, de körülbelül az időszakot meg tudjuk látni. Hát amikor képzeld, amikor azt mondja Jézus, hogy azokban a napokban lesznek földrengések, hogy sok földrengés lesz, szülési fájdalmak törnek rá a földre, földrengések, árvizek lesznek. Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt elmondta ezt. Vagy ilyen van a Bibliában a hatodik pecsétnél, hogy a szigetek elmozdulnak. Vagy amikor az van benne a Bibliában, hogy hulló csillagok fognak lehullani a föld, meteorok fognak. Hát nem most hallott, hogy novemberre mondják, hogy jönni fog egy meteor, és eléggé közel van a földhöz, vagy ki tudja, hogy mi van. De ez még nem az, amit mondtam nektek, hogy van az a három meteor, ami meg egyértelműen benne van a földnek a keringési pályáján. De hát itt lesznek ilyenek is. Most az, hogy van ilyen, hogy szökőár. Hát ez nem, ne gondold azt, hogy elmúlt a veszély. Ennél durvábbak lesznek emberek. És egyik napról a másikra, egyik percről a másikra, egyik napról a másikra. És ez egyre jobban fog szaporodni, ahogy a szülési fájdalmak rátörnek az asszonyokra, amikor szülnek, akkor úgy törnek rá egyre nagyobb intenzitás, és egyre nagyobb fájdalmakkal. Egyre sűrűbbek, és egyre nagyobbak. Hát vedd észre, akit vagytok 50-60 évesek, de gondold végig az életedben, 80-as években hány ilyet hallottál? 70-es években mennyit hallottál, 80-as években, 90-es években, 2000-ben. Értitek? A szülési fájdalmak elkezdődtek. Beindultak. De azt mondta Jézus, nem kevesebb lesz, hanem több lesz. Egyre nagyobb intenzitásúak lesznek, és egyre több lesz.
Te meg ne foglalkozz annyira a vállalkozás üzlet, persze foglalkozzál vele, de ne ezt töltse ki, hogy fú, mennyi pénzt keressél. Foglalkozzál vele, tényleg kell, hogy az, hogy mennyi pénzt keressél. De ember, lehet, hogy holnap nincs lakás. Elmész munkahelyre, és visszajössz, és a földrengés összedöntötte. Remélem, veletek nem fog ilyen történni, meg velem se. De hát sok ember egyik pillanatról a másikra, egyik óráról a másikra válik hajléktalanná, és évek óta utána ilyen menekültáborban laknak, sátorban. És nekik is volt lakásuk, munkahelyük, mentek az életük, és eljött egy olyan dolog, ami nem ők befolyásolták. Jó, persze mondják az emberek, hogy valahol Kanadában van egy olyan központ, ami ilyen elektromágneses hullámokkal, meg energiákkal manipulálják a földet, és azokkal lehet földrengéseket okozni, meg ilyen, meg olyan dolgokat. De ha honnan tudja? Most ezt senki nem tudja. De ha még így van, akkor is Jézus megmondta 2000 évvel ezelőtt. De ugye vannak összeesküvés elméletek. Na de térjünk vissza, meddig tart, hogy ugye bejött, ha jobban megnézed, akkor 32-be, tehát Krisztus után 32-be kiirtatott a messiás. És van egy hét. Elvileg 32 meg 7, 39-re vége kellett volna, hogy legyen a világnak, hogyha így nézzük. De Jézus már előtte azt mondta, hogy itt kegyelem időszaka jön, lefújjuk a meccset, vagyis nem lefújjuk, hanem szüneteljük. Szünetet kért a bíró. És 2000 év óta szünet van. És ember, te mire használod ezt a szünetet? Hogy több bűnt kövessél el? Vagy arra, hogy felkészüljél, hogy amikor a bíró azt mondja, hogy mehet tovább a meccs, akkor kőkeményen az utolsó 7 év lesz. 7 rövid év. Azon belül is kétszer lesz, ugye 42 hónap, tehát 3,5 év és 3,5 évre lesz szétválasztva ez az utolsó 7 év. És az lesz a kettő között a különbség, hogy az első 3,5 év lesz a nyomorúságnak a 3,5 éve, a második 3,5 év pedig a nagy nyomorúság lesz. És nekünk azért mondja el az Úr, hogy emberek, korszakváltás van. Tudom, a legtöbb ember a világban ez nem is foglalkozik ezzel. Azon vannak, hogy minél több bűnt kövessenek el az emberek, minél jobban kiéljék az életüket, és nem az, hogy rendbe tegyék az életüket, hanem a bűnnek az elkövetése, a liberális, tehát hogy azt csináljuk, amit akarunk. Ez az élet van a világban, és nem veszik észre, ahogy Noé idejében nem vették észre, hogy ne építi a bárkát, és hülyének nézik, hogy mit gondol, nem is esik az eső, hogy a hegy tetején egy bárkát épít. Értitek? A hegy tetején. Ezt mindenki látta. Tehát neked nem zugolyába levő kereszténynek kell lenni, hogy elbújsz, hogy úgy éled a keresztény életet, hogy senki ne tudja, hogy te keresztény vagy. Se a barátaid, se senki más ne tudja. Valahol rejtsük el, hogy Isten népéhez tartozunk, hogy Isten népét választottuk. Hogy Isten népéhez való tartozást választottuk, nem? A Noé az a hegy tetején építette, mindenki látta, és mindenki mondta, a hülye Noé, hát ilyet, hát nem akar itt velünk együtt benne részt venni a kicsapongásnak, a dolgaiba, hát mit akar ezt csinálni? Ez a bárkát, hát ki látott ilyet, hogy bárka? Hát ez csak azoknak van, akik mankót keresnek az életbe. Kitalálnak hülyeséget maguknak, aztán együtt ott csinálják feleslegesen a dolgokat. Vagy ott ugye Lót idejében, amikor mondja, hogy emberek, holnap Szodomából semmi nem lesz. Ezek megmentek szexuális. Már végén már nem volt elég nekik a normális szexuális élet, hanem már egymásra, tehát azonos neműekre kattantak rá az emberek, és be akartak, már betörnek, az ajtót be akarták törni, hogy elvigyék. És ugye azt mondja a Noénál, hogy na, ez az idegen akarja megmondani, mi nálunk a törvény. De hát mi olyanok legyünk, mint Mózes. Azt mondja, hogy neki megvolt az Egyiptomban a dicsősége, és azt mondja, hogy nem szégyelte az együtt nyomorgatást. Képzeld el, ez az egyiptomi herceg, ez kiment ugyanúgy a vályok téglákba, oda költözött. Ő maga önszántából nem kényszerítették rá,
kiköltözött az Izrael fiainak a rabszolga házaiba, és utána ment a vályogot és a sarat taposni. Ez a herceg. És azt mondja, azért tudta ezt megtenni, mert látta a Krisztusnak a gazdagságát. Nem a láthatóra nézett, nem azt nézte, hogy az emberek mit fognak róla gondolni, hogy eddig ebbe a társadalmi kasztba voltam, és most lemegyek, együtt szenvedek az Isten népével, kinevetnek. Hát ez az ember tudta, a Mózes, aztán nem véletlenül hívta el Isten. Hát lemondott ezekről önként, senki nem kényszerítette rá, hanem volt a szívében egy kijelentés Istenről, hogy mit akar Isten elvégezni. Hogy nem sokára itt van a változás, korszakváltás lesz Izrael fiainál. Ugyanez volt Noénál is, hogy korszakváltás lesz. Ugyanez volt Lótnál is, és nem szégyelték, mert tudták nagyon jól, hogy korszakváltás jön el az életükbe. Az ő életükben meg fogják látni ezt a korszakot. Hát nézd rá a világra, hát szociológusok, politológusok mondják, hogy nem sokára ennek vége lesz, nem tudják, hogy ezt meddig lehet fokozni. Nézd meg, az emberek nem tanulnak a gazdasági válságból, amit az önön tulajdon egójukból és haszonszerzésükből, lopásokból, ugye mert a lopás nem csak az, hogy eltulajdonít valaki egy másiknak a pénzét, hanem jogtalan haszonszerzésekből nem térnek meg az emberek, és a mai napig is folytatni akarják tovább a tőzsdei felfújják. Hát bebizonyosodott, hogy nincs annyi érték, nincs annyi pénz, nincs annyi, amivel hasznot keresnek és nyereséget keresnek. És alig, hogy egy-két év eltelt, és még azt se lehet mondani, hogy megoldott a válság, de már újra gyömöszölik az emberek fejét a tőzsdével, mindennel, hogy újra felfújják, és egy olyan nyerességet tegyenek szert, ami mögött igazából nincs konkrét anyagi dolgok, nincsenek. Hát ezt tudod, hogy mi lesz? Újabb gazdasági válság. Amikor ott tartanak az emberek, hogy a gazdasági válságból azt hozzák ki, hát elmúlt évben is lehetett hallani, hogy nagy ilyen multicégeknek a vezetői megvonják az alkalmazottak a pénzeket, de ők több millió forintos, nem hogy több millió, tehát itt fontok, dollárok, tehát ilyenekről van, euróba, több milliókat, nem hajlandóak a jutalmakról, meg ilyenekről lemondani. Ne értsetek fél, nekem nincs semmi bajom, hogyha jutalomból kapsz több millió forintot, vagy fontot, vagy eurót. Csak nézzétek meg a trendet, hogy a gazdasági cégekben nem hajlandóak lemondani ezekről, és ez azt mutatja, hogy egy újabb gazdasági válság van kialakulóban, és lesz. Nem jobb lesz, emberek? Fú, ez nem örömhír. Nem evangélium. De hát ezt látnotok kell. Hogy ne egy hamis Kánaánba reménykedjetek, amely megcsal, ahogy mondja az Egyiptommal kapcsolatban a próféta, hogy ne Egyiptomban reménykedj, aki olyan, mint egy törött nátszál, hogy aki beletámaszkodik, annak átszúrja a kezét. Értitek? Tehát ne ilyen hamis illúzióid legyenek. Én kívánom neked, meg magamnak is, hogy anyagi áttöréseink jöjjenek létre, de azért legyünk józanok. Lássuk, hogy működnek a dolgok, és mit kell csinálnunk. Tehát elindult egy Krisztus után 32-ben, elindult a nemzetek ideje. És a nemzetek ideje addig tart, azt mondta Jézus Krisztus, ameddig Jeruzsálem a pogányoktól tapottatik. Most kérdezem tőled, Budapest az a magyar embereké, és magyar emberek döntik el, hogy mi történjen Budapesten, szerintetek? Elég triviális kérdés, de azt lehet mondani, hogy igen. Hát kérdezd meg Tarlós urat, hát el tudja dönteni, hogy most milyen tér legyen, Sztálin, vagy ki legyen a díszpolgár, meg milyen terek, hogy nevezzék el a tereket, meg ilyeneket. Van egy város, amit főváros Jeruzsálem, Izraelnek a fővárosa, és mégsem Izrael dönt Jeruzsálemmel kapcsolatban. És ezt tudod, hogy mit jelent? Hogy most még a nemzetek ideje van. Mert Isten ezt nézi, hogy a szent hely, hogy a templomhegyen ki az, aki dominál. Kinek a befolyása érvényesül, innen 3500 kilométerre van egy olyan hely,
ami megmutatja, hogy te itt meddig fogsz még élni a Földön, és mikor lesz az elragadtatás, és meddig fog Istennek a munkája tartani a nemzetek között. Nem 60 kilométerre a Gellért-hegynél, hanem 3500 kilométerre a Templom-hegynél. És ebben az a megdöbbentő, hogy Isten azt nézi, és te is, hogyha azt nézed, abból látod, hogy mennyi idő van, meddig cselekedhetünk. És ez elindult. És mondom, 67-ben, a hatnapos háborúban visszafoglalták ezt Izrael fiai, ezt a területet, és képzeljétek el, hát nem lehet tudni, hogy mi okból, vagy miért, de átadták az araboknak. De ez azt mutatja, hogy szakaszosan elkezd vége lenni a nemzetek idejének. Tehát ahogy mondtam, hogy Isten munkája nem egyszerre, egy adott pillanatban záródik le, hanem szakaszai vannak ennek. És 67-ben, vagyis először az első szakasz, az ugye 48, hát a legelső az 1900-ban, vagy 1800-as évek végén 98-ban a cionista mozgalom elindult. Második szakasz, Izrael állama, 1948. május 14-ben. 67-ben a Templomhegyet elfoglalták, és visszaadták az araboknak. És itt miről olvasol a jelenések könyve, mit olvastam föl nektek? Hogy lesz egy olyan időszak, és bele fog nyúlni az utolsó évhétnek az elején, lesz egy olyan időszak, hogy állni fog a templom. A harmadik templom állni fog, és ennek az a jelentősége, hogy az Antikrisztus akkor jön el, amikor a harmadik templom már áll, és be fog ülni, ahogy olvassuk a 2. korintusi levélben, be fog ülni, mint Isten, az Isten templomába, tehát a harmadik templomba. De azt olvasod, hogy a tornácot nem érje meg a János apostol, azért nem érje meg, mert azt nemzetek tapodják. Tehát magyarán több mint valószínű, hogy az elkövetkezendő években lesz egy olyan, valami fog történni, hogy felépíthetik a templomot Izrael fiai, méghozzá úgy, hogy ott lesz a szikla mecset is, meg az alaksza mecset is. Állítólag vannak olyan tervrajzok, hogy azt mondják, hogy a két mecset között volt a templom. Tehát elvileg meg is tehetik úgy, hogy nem rombolják le a mecseteket. Tehát egy olyan ökumenikus, vagy egy világ tehát vallás, vagy egy olyan kibékülés lesz, hogy meg fogják engedni, hogy ott felépítsék, mert azt mondja, hogy megmérheti a templomot, de a tornácot nem érje meg, mert azt a nemzetek tapossák. Tehát, hogy ott még mindig pogányok lesznek. Izgalmas. Tehát izgalmasak ezek a dolgok. Mert ez azt jelenti, hogy nem kell, hogy feltétlenül Izrael fiai, mert itt még a nemzetek tapossák a Szent Hegyet. Ugye azt mondja, hogy amíg betelik a nemzetek ideje. De már áll a templom. Értitek? De még mindig tart a nemzetek ideje, mert a Templomhegyen még mindig nem Izrael az, aki kontrollja és felügyelete alatt van. Még egyet hadd mutassak meg nektek, ami sokkal izgalmasabb a mi szempontunkból, bár ezek is nagyon nagy dolgok, a Róma 11.25-ben. Itt azt mondja Pál apostol, nem akarom, hogy ne tudjátok. Ugye két tagadás, az igaz állítás. Tehát magyarán azt mondja, hogy akarom, hogy tudjátok. Ugye amikor azt mondja valaki, nem akarom, hogy ne tud. Azzal azt mondja, hogy akarom, hogy tud. De akkor miért így mondtam? Mert nem magyarul gondolkodott, hanem zsidóul. Tehát nem akarom, hogy ne tudjátok ezt a titkot. Hogy magatokat el ne higgyétek, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt meg. Ameddig a pogányok teljessége bemegy. Tehát meddig van a megkeményedés Izraelre nézve? Azt mondja, addig, ameddig a pogányoknak a teljessége bemegy. Mit jelent ez? Máshol írja is, hogy megvan a száma, hogy hány embernek kell megtérni, emberek. Ezt nem tudjuk mi, de Isten tudja, hogy kiket hívott el a nemzetek közül. Ő azért hozott be egy szünetet ebbe az egészbe, mert addig Isten népe, az Izrael fiai voltak csak. És ő azt mondta, hogy mielőtt lezárom ezt az egész emberi történelmet, most a nemzetekből is ki fogok hívni embereket, hogy az én családomba tartozzanak, hogy az én népemmé váljanak ezek az emberek. És ilyen vagy te, és ilyen vagyok én is. Erre hívott el bennünket az Úr. És ennek megvan egy száma. Megvan, amíg azt mondja, amíg a teljesség be fog menni.
addig részben van megkeményedve Izrael fiai. És azt mondja, addig fog tartani a nemzetek ideje, ameddig a pogányok teljessége be fog menni. És utána Izrael helyre lesz állítva szellemileg is. Tehát ő róluk nem mondott le Isten, azt mondja, részben történt csak meg. Csak egy, a szívüknek egy kis, most egy emberként fog, egy kis része történt azt meg, hogy megkeményedés történt. Csak azért történt meg ez velük, hogy mi meg tudjunk térni, és be tudjunk menni Isten családjába, Isten népe közé be tudjunk lépni. És ezért nem szabad kevékednünk a zsidók ellen. Ezért jó az, hogy vannak ilyen mozgalmak, mint az Életmenete, ami ma van. Reméljük, jövőre már mi is tudunk menni, ugye vasárnap már nyugodtan el tudunk akkor menni. De ezért jó az, hogy ezt a náci, jobboldali, fasiszta szellemet, ezáltal is ez az antiszemita szellemet, ne gondoljátok, tehát tudom jól, hogy bűnös zsidók vannak. De ugye most olvastam fel, hogy nehogy megkeményítsük magunkat, hogy akkor mi rajtunk van az egész. Nem, de tudom azt, hogy Izraellel akar valamit Isten fog kezdeni, és már ezt a kis csírát már most támogatjuk. Jó, bűnös emberek vannak, jó, sokan kevékednek, tudod, vallásos ortodox zsidók, mi pogányok leszünk ezután is, pogány háttérből tértünk meg. Én nem akarok zsidó lenni, nem akarok körülmetélkedni, nem akarok zsidó szokásokat megtartani. Így vagyok jó Istennek, ahogy vagyok, ahogy odajöttem, ahogy Jézus vére megtisztít. A szellemnek a szabadságában, a szellemnek az újságában kell szolgálni az Úrnak. Én nem akarok visszamenni a törvényhez. Sőt, nem visszamenni, soha nem voltam ott, akkor minek menjek vissza. Erről szól a Galatta levél, hogy a keresztények, pogány háttérből való keresztények elkezdtek megtartani zsidó szokásokat, zsidó napokat, zsidó szokásokat és zsidó törvényeket. És azt mondja a Pál apostol, átok alá kerültök. Azért, mert nektek nem kell ezt megcsinálni. Mert nem erre hívott el Jézus Krisztus bennünket. Nekünk megvan a szabadságunk. Pogány háttérből vagyunk. És ezért nem kell nekünk, figyelj, most volt olyan, ismertem olyan embert, keresztény volt, nem? Hát miért zsidók lettünk? Hát nekünk nem kell Ószövetségben a törvényei alá bemennünk. Az nekik vonatkozik. Az nekik írta elő Isten, nem nekem. Nem? Hát nekem nem kell károsztatva éreznem magam, mert bizonyos tisztátalan tisztasági törvények azt mondanák, hogy tisztátalan vagyok. Hát mit kell csinálnod? Hát ember, ebben ne menjél bele. Hát te nem vagy zsidó. Hát tőlem annyi légy lehet, hulla légy lehet a medencébe. Az kit érdekel? Hát én nem vagyok zsidó, hogy én azért rosszul érezzem magam, és tisztátalannak. Hát én megeszem a nyúlhúst is. De hát milyen finom a nyúlpörkölt. Itt a te ízlésed határozza meg, hogy hol a határ. Hát Péter mondhatta nyugodtan az apostolok cselekedetében, hogy nem ettem tisztátalan étel, de ember, te már ettél. Most már mit tudsz már csinálni? Most akar zsidó lenni, amikor már rég nincs is értelme. Mert már bekerültél a tisztát, a sertéshús. Na, itt a másik. Az igaz, hogy a vért ne egyél, ez a lényeg. Ha véres hurkát ettél, hagymás véres hurka, az gáz, az bűnvallás megér, és akkor letisztítunk abból. De az, hogy disznóhúst eszel megpácolva, az mi ne lehetne? Hát nem leszel tisztátalan. Értitek? Tehát nekünk nem kell zsidónak le. Maximum, hogyha te azt mondod, egészségi okok miatt nem eszel, ne egyél, de ne azért, mert törvény szerint nem eszel. Értitek? Mert mi egy törvénybe visszamész, átok alá kerülsz. És átok kezd el működni az életedbe. Tehát nekünk nem kell zsidóknak lenni, így is jó, hogy pogányok vagyunk, én hálás vagyok Istennek. Hogy ebbe a nemzetbe születtem bele, így élek, megtértem, és az Úrban Jézus vére megmos, megtisztít az atyáinktól örökölt hiába való életmódból, és így élhetünk. De figyelj, azt mondja itt, hogy a pogányoknak a száma be lesz töltve. Emlékszel, hogy Jézus miért mondta azt? Most már érted, hogy miért mondta Jézust azt, hogy menjetek ki, hogy először Jeruzsálembe hirdessétek, utána Judeában, utána Szamariában, és utána a földnek a végső határáig hirdessétek az evangéliumot. Mert miért? Mert Jézus nagyon jól tudta, hogy a nemzetek ideje addig fog tartani, amíg a pogányoknak a teljessége bemegy. És képzeld el, már itt mi, amilyen most itt vagyunk, és meg vagyunk térve,
Már mi hozzátettünk ehhez, hogy Istennek ne legyen akadálya annak, hogy befejezze, hogy bemegy a pogányok teljessége, és elindul az utolsó évhét, elindul, amikor bemegy a pogányok teljessége. Tehát ez a Dánielben, ez a 69. évhét és a 70. évhét közötti időszak. És a legvégén pedig beindul az utolsó évhét, az, amiről beszélünk, ugye beszéltünk ezelőtt is a Jelenések könyvében is, múlt héten is beszéltünk erről, hogy el fog indulni az utolsó évhét, meg fog jelenni az Antikrisztus, nézd meg a 2 Tesszalonika 2-ben, itt azt mondja Isten igéje, és ugye Jézus tudjuk nagyon jól, hogy most már ez alapján, hogy a harmadik templom az a nyomorúságnak a temploma lesz, ahol az Antikrisztus fog beülni. Tehát majd ne legyetek nagyon oda, hogy felépül a templom, majd ha lesz ilyen hír. Az csak azt fogja mutatni, hogy nagyon közel van az utolsó évhétnek a kezdete. Itt azt mondja a 2 Tesszalonika levél második rész, harmadik verszak. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el addig, amíg bekövetkezik előbb a szakadás, tehát Jézus Krisztus nem fog eljönni addig, amíg be nem teljesedik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Tehát meg fog jelenni egy ilyen ember, akit a Biblia a bűn emberének, a veszedelem fiának hív, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, és Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Na most már tudod, hogy melyik az az Isten temploma, ahová bele fog ülni? Hát a Jelenések könyve erről beszélt, hogy mérd meg a templomot, de még a pogányok ideje van. És még ugye tudjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy az utolsó évhét akkor fog elkezdődni, amikor a pogányok ideje befejeződik. És utána azt mondja, nem emlékeztek-e, hogy megmondtam nektek ezeket, mikor még nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog megjelenni. Tehát valami visszatartja a bűnemberét, a veszedelem fiát. Valami visszatartja. És azt mondja, működik ugyan már a törvényszegés titka, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tulat. Adni. Tehát magyarán ez azt jelenti, hogy az egyház az a valami, az a só. Emlékeztek, hogy Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a föld sói. A só az mit csinál? Az visszatartja a romlást. És itt azt mondja, hogy meg fog jelenni a romlásnak, a veszedelemnek, a bűnnek a fia, de most még nem tud megjelenni, mert valami még visszatartja. De már működik a titka. Ezért mondta János a első levelében, hogy már az Antikrisztus szelleme kijött a világba, már működnek az Antikrisztus szellemei a világban, de ez az ember még nem tud megjelenni, mert az egyház visszatartja a romlásnak, ennek az emberének a megjelenését, az Antikrisztusnak a megjelenését. Te, mint az egyháznak a tagja, újjászületett keresztényként, visszatartod a romlást, nem tud teljes teret hódítani. És ezért úgy éld az életedet, hogy te ez a só vagy. Te így lásd magadat, hogy te só vagy. Te íztatsz. Hát a só az, neked szükséged van sóra? Mondjuk jó azt mondod, hogy hát igen, de ugye sajnos a koleszterin meg a magas vérnyomás. De hát akkor is szükséged van sóra. Tehát mi az egyház, a Szent Szellem az, hogy rajtunk van, ránk jön az életünk, mi sók vagyunk. Mi íztadunk ennek a világnak, érted? Tehát te ne olyan ember legyél, hogy belekerültél a levesbe, a világ levesébe, és azt elrontottam az egészet. Tehát ne olyan ember legyél, hogy belekerülsz, és akkor azt mondják az ember, na köszönöm szépen, ha ez a kereszténység, amit te csinálsz, akkor viszlát, érted? Hanem te olyan keresztény legyél, aki hiteles vagy, hiteles keresztény legyél,
az, hogy újjászülettél, az, hogy Jézus ott van a szívedben, az, hogy átadtad az életedet az Úrnak, az emberek azt lássák, hogy te más vagy, te jobb vagy, hogy ők ilyen emberek szeretnének lenni, amilyen te vagy. Vedd észre, hogy te a következő korszaknak az embere vagy. Te a jövőnek az embere vagy. A te neked a jelened maximum addig köt ide, hogy a környezeted, a családodat el tud tartani, meg tehát nyilván az a kegyelem, amit Isten át akar adni neked, hogy át tud venni ebben az életben, azt tudjál boldogan élni, így most ebből a szempontból nézve. De igazából te a jövőnek az embere vagy. Te most vagy előkészítve a jövő számára. A jövő az el fog indulni neked az életedbe. A jövő az el fog kezdődni nálad. Erre választott ki Isten. És ezt ne hagyd, hogy az elhívásod, a jelennek az elhívása elrontsa, vagyis a jelennek a dolgai elrontsák az elhívásodat. Figyeljetek, hogyha azt nézem, hogy nézd meg a Lukács 21-ben, tehát hogyha visszamegyünk, amit Jézus ugye mondott, nézd meg, hogy mit mond, hogy mi lesz jellemző a világra, a világkorszaknak a vége felé. Lukács 21.34. Azt mondja, vigyázzatok magatokra, ugye 34, vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjen a ti szívetek a dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul rátok ne jöjjön ez a nap. Tehát nézd meg, Jézus az utolsó időkről beszél. Ugye az egész Lukács evangéliumának a 24. része, ez az utolsó idők, amikor elindulnak majd, tehát a pogányok ideje befejeződik, és elindul az utolsó évhét. Erről szól a Lukács 21. És nézd meg, hogy mit mond a keresztényeknek, hogy vigyázzatok, figyelj, mit mond, a dobzódás és a részegség. A dobzódás az a luxus, a kényelem, hogy minél több pénz legyen. Ez jelenti a dobzódás. Tehát a luxus, a kényelem, amit a hitelekkel próbáltak ugye az embereknek az életébe, az elmúlt évekbe létrehozni, ezt azt mondja, hogy ezzel vigyáznunk kell, mert az utolsó időben az lesz majd a kérdés a keresztényeknek, hogy kényelmesen élek-e vagy nem. És azt mondja, ez már rossz, hogyha te a kényelmedet nézed. Azt mondja, részegség, tehát függőség. Tehát függőségekben. A második a függőségekben. Egyik a kényelem, tehát ami veszélyes dolgok lesznek az utolsó időben, a luxus, a kényelem. A második a függőségek. Alkohol, kábítószer, szexfüggőség, ilyen dolgok. Azt mondja utána, és az élet gondjainak miatta, tehát a másik rész pedig a szenvedések, tehát hogy a szegénység. Látszik, hogy azt mondja Jézus, hogy az utolsó időben kétfelé fog válni az emberiség, az egyik részére a dobzódás lesz jellemző, egy másik részére a függőségek lesznek jellemzők, de lesz egy nagyobb rész, amelyik az élet gondjainak miatta fog megnehezedni a szívük az embereknek, és emiatt ki fognak maradni az elragadtatásból. Mert nehéz szívvel nem lehet elragadtatni. Bírjátok még hallgatni? Akkor lapozunk a jelenések könyvéhez. A harmadik rész. Filadelfiai gyülekezet. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinek a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. A Dávid kulcsa. Ez egy érdekes kifejezés a jelenések könyvében. Nézzétek meg, hogyha oda lapozunk, az Ézsaiás könyvének a 22. része ír a Dávid kulcsáról. És azt mondja, hogy így mutatkozik be Jézus a filadelfiai gyülekezetnek. A filadelfiai gyülekezet egyébként azt mondják biblia tanítók, akik Isten igéjét tanulmányozzák, hogy az utolsó időben kétféle egyház típus fog létezni a Földön. Az egyik a filadelfiai egyház típus, akik el fognak ragadtatni, a másik pedig a laodiceai egyház típus, egyház tagok, inkább így mondom, akikre ahhoz, hogy helyreálljanak és megtérjenek, az nagyon sok mindent kell megváltoztatniuk az életben. De nézd meg, hogy az Ézsaiás könyve azt mondja a 22. fejezetben,
hogy a Dávid kulcsáról egy nagyon érdekes dolgot mond. Ugye a 22. verszakban van benne az, hogy Dávid kulcsa. Azt mondja, és az ő vállára adom Dávid házának kulcsát, amit megnyit, senki be nem zár, és amit bezár, senki meg nem nyit. Pont ugyanígy mutatkozik be Jézus a jelenések könyvében. Figyelj, nézd meg, hogy miről szól. Ez Eliakimnak adatik, ez az ígéret, és igazából a 15. verszakba kezdődik el, hogy megértsd, hogy mit jelent az, hogy Dávid kulcsa. Ez a te életedben is működik. Azt mondja, így szól az Úr a seregek ura. No, menj el a kormányzóhoz, Sebnához, a királyi ház főemberéhez, és mondd meg neki, mi dolgod itt, és ki lesz itt tied, hogy sírt vágatsz itten magadnak? Mint aki sírját magas helyen vágatja, és sziklába vésett hajlékot magának. Íme az Úr elhajít téged erős hajítással, és megragadván megragad, hempelygetvén hempelyget, mint gombolyogot, mint labdát, nagy messze földre, ott halsz meg, oda mennek dicsőséget szekerei, te urad házának gyalázata. Kivetlek állásodból, és leántlak helyedről. Tehát itt kezdődik el, hogy olyan emberrel, tehát a Dávid kulcsa az azt jelenti, hogy ugye ezt az ördög akarja birtokolni az embernek az életébe, és van olyan, hogy helyedbe, képzeld el, hogy te azért nem vagy benne áldásba, és azért nem jut el hozzád az áldás, mert istentelen emberek elvették maguknak azt, és ők helyetted ott vannak. Értitek? De azt mondja, hogy a Dávidnak a kulcsa, az azt jelenti, amit mond a következőleg, hogy azt mondja, úgy folytatja, és lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eliakimot, a Hilkiás fiát, felöltöztetem őt öltözetedbe, öveddel megerősítem, tehát ez a Sebnának mondja, hogy a te övedbe, értitek a Dávid kulcsát, hogy Saul elrontotta, és utána már visszaélt a hatalmával, és nézd meg, a Dávidnak a kulcsa működött Dávidnál, hogy ő került be annak az embernek a helyébe, aki innentől kezdve bitorolta az ő dolgait. Értitek? És itt Eliakim azt mondja, hogy felöltöztetem őt az öltözetedbe, öveddel megerősítem, uralmadat kezébe adom, ő lesz az atyuk Jeruzsálem lakosainak és Júda házának. És az ő vállára adom a Dávid házának a kulcsát. Amit megnyit, senki be nem zárja. Amit bezár, senki meg nem nyitja. Beverem őt erős szeggel, erős helyre. Lesz dicsőséges székül az ő atya házába. Ráfüggesztik atya házának minden dicsőségét. Fiakat, unokákat, minden kicsinyedényt, csészeldényektől a tömlőknek minden edényeig. Ama napon azt mondja a seregek ura, kiesik a szeg, amely erős helyre veretett, levágatik és leesik, és összetörik a teher, amely rajta volt, mert az Úr mondta. Ámen. Tehát mit mond a filadelfiai gyülekezettel kapcsolatban, hogy egy sikeres gyülekezet lesz, hogy jönni, behozza az Úr az edényeket, kicsiny edényeket, nagy edényeket, mindenkit be fog hozni az Úr a Dávid kulcsával kapcsolatban, és egyet, hogy az Úr be tud helyezni téged oda, ahová elhívott téged. Nem fogják meghiúsítani emberek a te áldásodat. Ember, ebbe higgyél. Hogy a Dávid kulcsa, ami Jézus Krisztusnál van, az te érted van nála, és nem tudják emberek helyetted levenni azt, amit neked kell, amit Isten neked készített el. Abba higgyél, hogy amit neked készített el Isten, az akárhogy viselkednek emberek, akárhogy, akár törtetéssel, vagy bármi módon, de azt nem fogják tudni a te kezedből kivenni, mert azt neked van elkészítve, az a te áldásod, az a te dolgod, és az Isten át fogja azt adni neked. És itt kezdődik el, emberek, hogyha olyan gyülekezet van itt, hogy filadelfiai, amit Isten mond, akkor mindenkinek ez meg tud valósulni az életében. Na, tudsz ennek örülni? Nem kell neked irigykedned másra, nem kell neked gyűlölnöd mást, vagy embertársadat. Figyelj ide, ami neked van, azt te ebbe higgyél, hogy lehet, hogy nehezebb.
Lehet, hogy nem olyan könnyű, de neked meg kell várnod az idődet. Megvan a te időd. Érted? És neked ne rohanj hamarabb, idő előtt, ne vedd át az örökséget. Mert ha időd előtt átveszed, akkor az átokjon rá az életedre. Az nem fog építeni, hanem le fogja rombolni a személyiségedet. Le fog rombolni mindenestől. Te várd meg! Egy szenvedés is. Dávid is szenvedett, nem? Hát ő nem az volt, hogy a testvérei, ugye jött Sámuel, fölkente, ugye titokban fölkente, és elkezdett szövetkezni, hogy na, Saulnak a királyságát romboljuk le. Nagyon bölcs király volt. Szóval majd eljön az ő ideje. De hát Dávid, hát mi meg itt szenvedünk. Ugye mondja a Joáb, meg a testvére, Abisáj, meg a másik testvére, ugye mondja, hogy de hát vágjuk le itt. Hát most az Úr kezedbe adta. Most elégtételt tudsz szerezni. Most meg tudod bosszulni. És nézzük Dávidnak a hozzáállását. Én nem akarom megbosszulni. Majd az Úr, hát az Úr meg akarja bosszulni. Megbosszulja. Tehát neked ne kelljen, te ne egy ilyen bosszúálló természeted legyen. Értitek? Add át az Úrnak, ő a bosszúállásnak az Istene. Hát ő a bíró. Hát ha ő azt mondja, hogy igazad van, akkor tud majd cselekedni. Te beterjeszted az ügyedet az Istennek. Ugye mondja Jakab is a levelében, hogy nem kell nekünk átkot kimondanunk más embereknek az életében. Nem jöhet ki áldás és átok egy szájból, egy forrás, nem tud adni keserű meg édes vizet. De azt viszont tudtuk, hogy annyira igazságtalan, hogy elé vittük Istennek. Uram, tegyél igazságot. És minden nap elé vittük Istennek. Aztán egyszer csak hallottuk, hogy letartóztatta a rendőrség, mert más ügyei is voltak, és kiderültek azok az ügyek, és leültették. Én autólopásokban volt benne. Hát Isten igazságot, tehát én nem én voltam, aki megátkoztam, én csak oda vittem az ügyemet Isten elé. Aztán Isten eldönti. Hát ő azt mondja, hogy ő ennek a földnek a bírája. Most azért, mert konkrétan nem látsz ilyen intézményt Magyarországon, hogy isteni ítélőszék. És be tud terjeszteni az okiratokat, meg ilyeneket. Hát ilyet nem látsz. De mint kereszténynek, ha úgy gondolod, hogy neked igazságtalanság ér téged, hát vidd oda Istennek az ügyedet. És akkor majd Isten eldönti, ő bíró, ő igazságos, ember és ember között, ő igazságosan ítél. Neked nem kell átkoznod, meg följebb vinned a dolgokat, meg nem tudom mit csinálnod. Vidd oda Istennek, Isten elrendezi. Hát ő bíró, a mai napig is bíró. És ezért nem kell neked tönkre menned, keserűségbe, meg ilyenekbe. Hát majd Isten elintézi a dolgokat. Meg a másik, hogyha meg túlon-túl elrontod a dolgokat, akkor még ráadásul téged fog megítélni Isten. Ez a probléma. Ez volt a babiloniakkal, meg asszírokkal, emlékezzetek, hogy Isten felhasználta őket, hogy megbüntesse Izraelt, de ezek meg túl maszekoltak, és túl sokáig csinálták. Tehát nem olyan büntetéssel büntették meg Izraelt, mint ahogy Isten akarta volna, hanem még többel. És akkor Isten azt mondta a profétákon keresztül, hát ezt olvasod Ézsaiásnál, Jeremiásnál, na meg fogom látogatni Babilont, meg fogom látogatni Asszíriát, meg fogom látogatni a nemzeteket, azért, mert én nem ennyire akartalak megbüntetni titeket, de rajtuk pedig le fogom verni azt. És nézzétek meg, hol van Babilon, és nézzétek, hol van Izrael. Úgyhogy erre figyeljetek oda, hogy hagyjátok az igazságosan ítélőre, ami Dávidnál is volt, hogy ugye elkezdte az önigazságát érvényesíteni Nábállal szembe. És volt egy nagyon nagy szerencse, hogy volt egy bölcs asszony, aki oda ment hozzá, és megmondta neki, hogy Dávid, ne csináld. Ne érvényesítsd. Ez, amit most akarsz csinálni, az Isten ellen van. Pedig bolond volt a Nábál? Bolond volt. Igaza lett volna Dávidnak? Igaza lett volna. Mert jog szerint védte a juhait, ott voltak, tehát tényleg jogos lett volna, hogy ő kapjon részt abból. De emberek, most azért, mert neked igazságod van, jogod van, jogos az a dolog, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a te önigazságodat véghez viheted, és mindenen keresztül gázolhatsz mindenen, azért, mert neked igazságod van. Még a végén ellened, tehát Isten ellened tulajdonítja azt a dolgot, és megbüntet azért. És nem ő azt az embert bünteti, hanem téged büntet meg, mert túl léped a hatáskörödet. Tehát erre figyeljetek oda. Tudom a te dolgaidat! Látod, mit mond az Úr?
tudom a te dolgaidat. Íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senkiben nem zárhat. Ezt tudod, hogy mit jelent? Ez a nyitott ajtó, ez elsődlegesen, ha jobban megnéz a negyedik részt, itt azt mondja, hogy láttam azután, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szava mondta, jöjj fel ide, és megmutatom neked, miknek kezdtem meglenni, és azonnal elrakadtattam szellembe. Tehát mit mond az Úr? Hogy adok elődbe egy nyitott ajtót, elragadtatásba részesülhetsz. A filadelfiai gyülekezetnek azt mondja, nyitott ajtót adok neked, elragadtatásban részesülhetsz. Míg a Laodicea meg azt mondja, hogy itt zörgetek az ajtód előtt, és engedj be. Addig a Filadelfiának azt mondja, én megnyitottam neked egy ajtót. És mit mondod? Trombita hangjával szól. Tehát az, ahogy mondjad, hogy a trombita fog szólni, és elragadtatás meg fog történni. Tehát az elragadtatás a filadelfiai gyülekezetnek szól, nem a Laodiceainak. És tudod, mi a probléma? Hogy lehet, hogy a Laodiceai gyülekezet tapasztalja meg a nyomorúság alatt, úgy fehéríti ki a ruháit, meg úgy öltözik föl, meg úgy döbben rá, hogy be tudjon menni, tehát a megtérése az a nyomorúság alatt lesz. Míg a filadelfiai gyülekezetnek, az pedig elragadtatás lesz az osztály része. Ki lehet mutatni egyébként, tehát van rá utalás, hogy ez meg tud történni. Hát itt azt mondja, akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem, légy buzgóságos, tér meg, tehát a Laodiceai gyülekezetnek. Tehát megfedés, megfenyítés. Tehát ez a nagy nyomorúság, az a fenyítésnek az ideje az embereknek az életében. Na de itt visszatérve, tehát nyitott ajtót adtam elődbe, és senki nem zárhat be, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Azt mondja, van egy erő, amivel rendelkezel. Emlékszel, hogy ez a kevés erő? Eszedbe jut valaki róla? Kevés erőd van. Gedeon. Emlékszel, amikor azt mondja neki az Úr, hogy csináld a dolgokat? Hát Uram, hát ki vagyok én? Kicsi vagyok, nincs erőm, nincs semmi. Mit tudok én kezdeni? És azt mondja neki, menj el ezzel a te erőddel. Ami most van benned, azzal az erővel menjél el. És csináld az Isten dolgát. Na ez a filadelfiai gyülekezetnek a titka, hogy az, ami benned van, azt kihasználod. Érted? Nem az, hogy elrejted a talentumot, azt a belső dolgot, amit te tudsz belefektetni az Isten munkájába, hanem te az az erőd, amit van. Én jó, kicsi az, de az Úr, akinek van, annak adatik. Egyre több lesz belőle. Amen. Az, ami talentuma van az embernek, az elkezdi használni, és nem hagyja parlagon fektetni, hanem elkezdem használni, és Isten bevisz olyan helyzetekbe, amire akkor nem gondoltam volna, hogy ezt fogom most itt így csinálni. És nem azért, mert olyan nagy karizmatikus ember lettem volna, vagy olyan nagy elhívásom lett volna, vagy valaki észrevett, és fú, látott bennem fantáziát, és milyen nagy. Lehet, hogy Isten látott. De igazából arról szól az egész, hogy megnyilvánult 20 évvel ezelőtt ez a képesség, és Isten meg megáldja. Mert az ember azt tudja megáldani Isten, amit te tudsz csinálni, ami neked van képességed, amit neked van, amit neked helyezett be Isten az életedbe. Neked csak annyit kell csinálnod, nem kell többet csinálnod, nem kell neked máshoz hasonlítanod magad, nem kell neked más emberhez mérned magad. Te annyit csinálj meg, ami a te életedbe. És nézd meg most, az, hogy én ragaszkodtam akkor 20 évvel ezelőtt, pedig csak egy emberen indult el, aztán még egy. És nézd meg, most meg így vagyunk, de még ennél többen is leszünk. De most gondold el, hogy ha te is ezt megcsinálod a te életedre nézve, itt a gyülekezetbe elkezded tenni az, ami a te talentumod, amit te tudsz megcsinálni csak, hát akkor megint növekedés van, fejlődés van abból. Értitek? Tehát, hogy mindenki azt tegye bele az Isten munkájába, ami neked van, mert Isten abba fog megáldani tégedet. És azt látom emberekbe, hogy tehát az Isten emberei is igazából, tehát hogyha így nézed az életét, nem olyan, persze van elhívás, ne értsetek félre, de ugyanolyan ember, mint te, és úgy kezdte el, hogy ami neki a talentuma, ő azt tudta csinálni, és azt áldotta meg Isten. De ha mást kezdene el csinálni, azt nem áldja meg Isten, nem áll amellett a dolgok mellett. Ő amellett van, ami neked adott, és te azt csináld, abban meg fog áldani.
És mondom, ne legyél utánzó ember. Tehát úgy értem, hogy utánzó, hogy csináltuk a megtérésünk előtt a koncerteken, de én legalábbis, tehát ilyen tudod, együtteseket, a ruházadtól kezdve mindenbe ilyen utánzatként élni. Hanem te csináld azt, ami neked van. Persze, tagozódjunk be egy rendbe, tagozódjunk be egy egységbe, mert egység nélkül nincs növekedés, tehát ez mindennek az alapja, hogy mindenki egységbe legyen, tehát hogy közben ne fúrni, faragni egymást, meg hátam mögött faragni, meg fúrni a másikat, tehát, mert akkor nincs növekedés. Akkor van növekedés, hogyha egységben vagyunk, beállunk a Kenet folyás alatt, ami folyik Budapestről, de ne félj használni azt, amit van. Tehát rendbe kell, hogy zajlódjon, mert Isten a rendnek az Istene, de ez nem azt jelenti, hogy ne használja az ember. Csak van egy korlátja, azt kell megnézni, hogy mi működik. Mert sok embernél nem az a baj, hogy nem akarná használni, hanem ugye kitalálja azt, hogy ő olyan akar lenni. Neki megtetszett, hogy valaki vagy prédikátor, vagy démonűző, vagy gyógyító, vagy Brehem, vagy proféta, vagy bárki, és megtetszett neki, és ő ilyen akar lenni. De közben nem veszi észre, hogy az emberek rombolást végezel az életükbe, és nem növekedés annak az eredménye, nem fejlődés, nem épülés, hanem rombolás, 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 és nem veszi észre az ember. Tehát én ilyenkor azt mondom, hogy akkor igenis zűrzavart kell csinálni, hogy megoldódjanak a problémák, mert addig ugye ez a hamis békesség alakul ki, ugye, és amikor Jézabel mondja, vagyis nem, hogy Jézabel, amikor Jézabel uralkodik, mindig az a lényeg, békesség? Emlékezzek, hogy jött a Jéhú, de elindult. Elküld egy futát. Békesség? Hát ne, nézd meg azt, hogy egy részben hányszor szerepel az, hogy békesség. Hát kit érdekel a békesség, ember, amikor a varázslás van? Akkor nem a békességet kell nézni, hogy békesség. Azt mondja, jó, kerülj mögém, és gyere. Azt mondja, na, küldjetek még egyet. Kimegy a másik követ. Békesség? Mit foglalkozol te a békességgel? Kit érdekel a békesség? Kerülj a hátam mögé. Na, jönnek a királyok. Ugye, mi az első kérdés? Békesség! Na, rögtön elő a nyilat. Kész. Bemegy ugye Izabelhez. Hát mi az első kérdése Izabelnek? Békesség! Mi az, hogy békesség, emberek? Hát ezen akadt ki Jéhu. Mi van itt a békességgel? Hát emberek, akkor varázslás van. Itt nem az a lényeg, hogy békesség legyen. Akkor Isten azt akarja, hogy ne legyen békesség. Nagyon kell figyelni ezekre. Az a baj, a varázslás szelleme az nagyon alattomos szellem. És az a baj, hogy a legnagyobb jó szándék vezérli azokat az embereket, akik varázsolnak. És az a baj, én azt vettem észre, hogy úgy lehet meghatározni a varázslás szellemét, hogy aki varázsol, az nem tudja, hogy varázsol. És akit varázsolnak, az sem tudja, hogy varázsolják. Ez a probléma, emberek. Ez a probléma. Ez a probléma. És bejön a kígyónak az útja a kősziklán. Értitek? Ez a varázslás. Hogy minden igei. Én ezt vettem észre. Minden igei. De mégis ott a méreg. És hogy került oda a méreg, hogy a minden igei? Ezt mondd meg nekem. Hát úgy, hogy nem lehet lekövetni. Mert minden a kígyónak az útját a kősziklán, tehát a varázslás szellemét az igén nem tudod kimutatni. De a hatását ki tudod mutatni. Mindig a hatást kell, a gyümölcsöket kell megnézni ilyenkor. Nem azt kell megnézni, hogy benne van az igébe, meg igeie, hanem azt kell megnézni, mi a hatása. És ha az a hatása, hogy leural, akaratátvitelt visz, és egyéb ilyen dolgokat csinál, azt ott varázslás szelleme működik. Ott akkor nem azt kell nézni, hogy mi az igei. Ott akkor kell a mérget, méregteleníteni kell. Ott másképp működnek akkor a dolgok. Hát ez egy kicsit necces téma, a varázslás az mindig ilyen, de kell vele foglalkozni. Na most érted, tehát, hogy használd azt a képességedet, érted, az az erő, amit Gedeonnak mondott az Úr, hogy kevés erőd van, tehát ő is mondta, hogy kevés. De itt, na, ezzel az erőddel, ezt add át nekem, és ezzel az erőddel le fogod győzni mindenkit, az egész amalekitákat, moabitákat, mindenkit le fogsz győzni, akik ott vannak. Kit érdekel, hogy ki van ott? Az le fogod győzni. Neked az kell, csak elkezd használni, amit Jézus itt mondott, kevés erőd van, de használd azt az erőt.
és ha azt használod, ő azt meg fogja áldani, odáll melléd, és azt, amit van, azt mondja, azzal a te erőddel menjél, nem mással, meg másnak a szolgálatával, másnak az erejével, másnak a kenetével, másnak a dolgával. Nem, azzal, ami ott van neked, amit van, amit Isten beléd helyezett, amikor megszülettél, sőt, már előtte, amikor kitalált téged, azt kezd el használni, azt kezd el befektetni az Isten munkájába. És meg fogod látni, hogy veled van az Úr, és fog használni tégedet az Úr. Íme én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok. Látod, itt már benne van, hogy Jézus azt mondta, hogy az utolsó időben lesznek olyan keresztények, akik zsidónak mondják magukat, de nem azok. Érted? Tehát zsidózni fognak, be fognak menni a törvény alá, akarják csinálni, de azt mondja, nem azok, hanem hazudnak. Íme azt művelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Hát itt benne van az, hogy a történelmi egyház, tehát az utolsó időknek az egyháza, az a tört, ugye, mert itt benne van a helyettesítési teológia, amit a katolikusok, meg ami bejött a hivatalos oktatásba, hogy az Isten népét elvetette Isten, a zsidókat elvetette, most mi vagyunk Isten népe. Értitek? Na azt mondja, hogy na ezek az emberek közül fognak eljönni be a gyülekezetbe, amikor azt mondja a Jelenések könyve, hogy gyere ki én népem Babilonból, hagyd el a bálványokat, gyere el, és meg fogod látni, hogy megszabadítalak, és fel kell készülni, hogy fognak bejönni emberek az egyházba, be fognak jönni a gyülekezetbe emberek. Erre készülj, ezt várd, erre a terepet nyisd meg, a hitedet, a szívedet nyisd meg, hogy be fognak jönni emberek a gyülekezetbe. Ezt lásd magad előtt, hogy be fognak jönni emberek a gyülekezetedbe. Gyülekezetbe. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Íme eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Tehát már van, figyelj, már van koronád. Tehát te győztes vagy. Te ebbe a pozícióba vagy benne. Így lásd magad, mert azt mondja, eljön valaki és elveszi a te koronádat. Érted, hogy milyen te pozíciód, az a győztes pozíciója. Korona. Isten koronát adott neked. A korona az uralkodást jelenti. Emlékeztek a Róma levélnek az 5. részébe? Azt mondja, hogy sokkal inkább uralkodnak azok ebben az életben, akik részesültek a kegyelem és az örök élet ajándékában. Tehát te neked korona van a fejeden. Így lásd magadat. Na, el tudod képzelni? Pozícióba vagy az Isten országában. Van pozíciód az Isten országában. Alattad te Jézus Krisztussal együtt ülsz. Ezt mondja Pál apostol a Efézusi levélben, hogy te együtt ülsz Jézus Krisztussal a mennyben, a trón székén. És azt mondja, hogy mindaddig ott ül Jézus Krisztus, amíg az összes ellensége a lábai alá kerül hamar. És ezért fogunk imádkozni, hogy a békesség Istene, a békességnek az Istene a lábaid alá hajlítsa az ellenségedet, az, aki eddig ellenállt az életedbe, hogy ne juss hozzá az áldásokhoz, amiket Isten a te életedbe kihelyezett, hogy ez az ellenséget meglásd, hogy a lábad talpa alá kerül, mert megvan írva, hogy a békesség Istene megfogja az ördögöt a lábad alatt hajlítani, és hogy te bebizonyosodjon az, hogy te uralkodsz ezek fölött, a sátáni lények fölött, akik azt gondolták, hogy azt alakítják ki az életedbe, hogy te vagy a nyomorult, te vagy a vak, te vagy amit a Laodiceainak mond Jézus, hogy ezt a démonok kialakítják az életedbe, hogy egy szegény, nyomorult, szerencsétlen embernek lásd magadat, akinek nincs áttörés az életében, nem tud áttörés jönni az életébe, miközben nem veszed észre, hogy ezek a sátáni lények lelopják a fejedről a koronát, ahelyett, hogy uralkodnál ebben az életben, és uralkodnál ezeken a sátáni lényeken, ahelyett aláadod magadat, és úgy gondolod, hogy nem tud áttörni az életedbe az Istennek az ereje, Istennek a hatalma azon a területen, ami elnyomás alatt van az életedbe,
De igenis be fog bizonyosodni az, hogy át fog törni. Emberek, áttörés jön az életedbe. Áttörésre számítsál. Áttörés fog jönni az életedbe.